Jó estét kívánok! Aktuális című műsorunkat látják, melyben vendégem Milei Fanni, a nemzet szépe, első udvarhölgye. Ugye jól mondom? Így van, igen. Majdnem azt mondtam, hogy itt a szépség királynő lettél. Nem, csak második helyzet. Hát azért az is szép eredmény. Honnan jött az ötlet, hogy ezen a versenyen részt vegyél, illetve egyáltalán a nemzet szépe versenyről mit kell tudnunk? Hát igazából annál jött ez, hogy én már indultam előtte másik kettő szépségversenyen, és én mindig olyan voltam egyébként, hogy nekem kellett egy motiváció így az edzéshez, meg a fejlődéshez, tehát nekem ez egy ilyen célkitűzés volt egyébként. És onnan jött, hogy egyébként pont erre a versenyre jelentkeztem, hogy megnéztem ugye így a leírását, hogy így mit képvisel a verseny, és nagyon tetszett, hogy a természetesség, hogy a plasztika például tiltott a versenyen, a tetoválás is, illetve nem lehet dohányozni, tehát ilyen nagyon-nagyon sok minden tiltva van, és én egyébként pont egy ilyen lány vagyok, hogy ilyen teljesen természetes vagyok. Hát most nyilván ki vagyok sminkelve, de egyébként a hétköznapokban smink nélkül szoktam járni, úgyhogy ez nekem így kapóra jött. Ha jól olvastam különböző újságcikkekbe, akkor igazából, ahogy az előbb is mondtad, tulajdonképpen a versenyre való jelentkezésedet az önmagadnak való bizonyítás adtam, mert hogy súly problémákkal küzdöttél. Így van, hát olyan három-négy évvel ezelőtt pajzsmirigyaló működést és PCO szindrómát diagnosztizáltak nálam, és emiatt történt meg a hízás egy ilyen 3 hét alatt. Én egyébként világéletemben vékony voltam, tehát ehettem pizzát, hamburgert, mindent, soha egy deka nem jött fel rám, meg egyébként én sportoltam is egész gyerekkoromban. Úgyhogy ez így nagyon lesújtott, tehát abszolút nem volt már önbizalmam, nem tudtam, hogy... Tehát már úgy mentem ki az utcára, hogy féltem, hogy mit mondanak mások, hogy meglátnak olyanok, akikkel régen találkoztam, hogy hogy nézek ki, és abszolút arra fókuszáltam, hogy a többiek mit mondanak rólam. És akkor elhatároztam, egy új baráti társaságba kerültem, megismertem a páromat, és akkor határoztam el, hogy én magamnak szeretnék bizonyítani, és elkezdtem edzeni, diétázni, és ugye nyilván az orvos által előírtakat betartani, és akkor így tudtam visszanyerni az alakomat. És ugye mindig volt nekem egy ilyen motiváció, ugye először az első szépségverseny, amire mentem, utána a második, és most végül ez. Viszont erre inkább mentálisan készültem fel. Gondolom, hogy azért a versenytársaiddal valamilyen kapcsolatban voltál, vagy, tehát hogy láttad, hogy milyen a felhozatal, mégis mire számítottál? Hát ugye így nehéz volt, mert online volt a verseny, tehát így élőben nem láthattuk egymást, viszont így páran beszélgettünk már ugye az interneten keresztül, és így küldtek a videójukból is részletet, meg így több téma is felmerült, és igen, nagyon-nagyon aranyosak, nagyon szépek is, így képek alapján, meg videók alapján, és igazából nagyon örülök, hogy megismerettem volna őket, és bárki lehetett volna, tényleg őszintén mondom közülük az én helyezettemen is. Ugye speciális volt a helyzet tekintettel a vírusra, hogy tudtatok benevezni a versenyre? Mi volt a kritérium? Hát ugye a benevezés az mindig egyébként online történik, tehát mindig van egy internetes oldal, és akkor ott lehet regisztrálni. Ott ugye ilyen alapadatokat kell kitölteni, illetve hogy miért szeretné jelentkezni, és képeket csatolni. Ez minden évben így szokott lenni. Most viszont ugye a vírushelyzet miatt az előválogató online történt, ami azt jelentette, hogy így képek alapján beválogattak olyan 20 lányt körülbelül, és akkor nekünk egy bemutatkozó videót kellett készíteni, amiben elmondunk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mi a hobbink, tehát ilyesmi információkat, és ezek alapján választották ki a döntős lányokat, ahova ugye én is bekerültem a top 10-be. Ugye azért valami koncepció mentén készült ez a videó, a te esetedben adott volt a Balaton és Siófok. Így van, igen, egyébként ugye a döntős videóimban volt egy ilyen angol bemutatkozó. Mert hogy több videó is készült. Igen, ott 6 darab videó készült, és akkor a döntős videóimban volt egy angolul be kellett mutatkoznom, és ott én természetesen a Balatonparton beszéltem, illetve azt is ugye elmondtam, hogy tehát még mindig egy csoda attól függetlenül, hogy itt élek már ugye 23 éve, még mindig egy csoda, hogy kimegyek naplementekor a Balatonpartra. Beküldted a fotókat, beküldted a videókat, utána mi történt? Meddig tartott maga a verseny? Hát ugye úgy volt egyébként, hogy azt nem tudom pontosan, hogy mikortól kezdve lehetett jelentkezni, de én valahol a vége felén jelentkeztem, tehát én augusztus környékén, és ugye szeptemberben már volt a top 20, tehát amikor a bemutatkozó videót kellett készíteni, és akkor november végén derült ki a helyezés. Ugye nemzet szépe versenyről beszélünk, tehát az azt jelenti, hogy a merítés határainkon túl is történt, tehát határon túli versenyzők is részt vettek. Hányan versenyeztetek? Hát én úgy tudom, hogy határon túli lányok közül egy lány volt, de ebben nem vagyok biztos egyébként, de az első helyezett biztosan határon túli magyar. Na ez lett volna a következő kérdésem, hogy az első helyezett
szerinted szebb volt, mint te, vagy természetesebb? Hát én őszinte leszek, szerintem így a top 10 közül én nem tudtam volna választani, hogyha a külsőt kell nézni, mert szerintem itt már nem a külsőt nézik a zsűrik. Inkább szerintem itt azt nézik, hogy a tulajdonságok, hogy mennyire odaadó valaki, mennyire áll ki a céljaiért, mennyire szeretne tenni akár a környezetéért, vagy a rászorulókért. Tehát itt inkább szerintem már ilyen belső tulajdonságokat vesznek így a videók alapján. Azt lehet tudni, hogy a zsűri tagok kik voltak? Én ezt nem tudom pontosan, mert ugye online zajlott, azt tudom, hogy régebben ugye volt a verseny tulajdonosa, ugye Fellek Tizián, illetve akiben így nagyjából szerintem biztos vagyok, dr. Özer Nóra, ő a 2016-os nyertes, illetve az előbbi években szokott Orosz Barbara is részt venni, úgyhogy szerintem ő is idén is benne volt a zsűriben. Az, hogy te ilyen előkelő helyen végeztél, gondolom nem csak a külsőd miatt történt, hanem mert a bemutatkozó kisfilmedbe és a veled készült beszélgetésekbe azért különösen hangsúlyoztad azt, hogy a természetesség, a környezetvédelem és az állatok szeretete milyen fontos a te életedben, akkor mesélj egy kicsit erről, hogy néz ki egy napod, vagy hol helyezkednek el ezek az értékek. Hát igazából nekem az állatszeretet, ez kiskoromtól kezdve jelen van, ugyanis 7 éves koromban kaptunk egy labradort, egy kiskutyát, és hát első látásra szerelem volt, úgyhogy nekem ez innen indult ki, hogy én így nőttem fel, hogy állatokkal, és hogy őket igazából szinte testvéremként kezeltem a kutyust. Úgyhogy ez nálam abszolút nem egy olyan dolog volt, ami ilyen tanulható, hanem inkább ez így fejlődött velem együtt. És hát azóta meg végképp abszolút, tehát én minden barátom egyébként azt mondja, hogy én vonzom az állatokat, ugyanis én minden kóborállatot megtalálok, egyébként a napokban is találtam egy kis cicát, úgyhogy én tényleg szerintem bevonzom őket, és mindig próbálok gazdit keresni nekik, vagy pedig az eredeti gazdájukat ugye megtalálni. Illetve én ugye azért védem nagyon őket, ugyanis ők ugye nem tudnak magukért kiállni, nem tudják elmondani, hogy mi bajuk, hogy mi történik velük, és ez nekem nagyon fontos, hogy valahogy úgymond én meg tudjam őket védeni. A Facebook profilodat nézve azt láttam, hogy a siófoki menhelynél is nagyon sokat vagy ott, és nagyon sokat segítesz. Hát igazából azt azért nem mondanám, hogy nagyon sokat. Egyszer-egyszer elmentem, mert nekem a menhely az olyan, hogy nekem egyszerűen a szívem összetörik, hogyha ott kell lennem. Tehát ez igazából egy önző dolog, ugyanis én ezt nem ajánlom senkinek, tehát nagyon sokan menjenek és látogassák a menhelyet. Viszont én egyszerűen nem tudok ott lenni, látni, hogy ott vannak a kerítés mögött, és olyan kis szomorú arccal néznek. Viszont ugye adományt szoktam adni, tehát hogyha szoktak lenni ilyen vásárok, akkor veszek egy-egy pórázt, és akkor ugye ilyen tiszteletdíja van, tehát annyit fizetsz értem, amennyit szeretnél, úgyhogy így azért próbálkozok, de ugye hát ebbe a sétáltatásba csak nagyon ritkán veszek részt, és akkor is nagyon, nagyon tényleg oda kell tennem magam, hogy ne sírjam el magam, és ne sajnáljam meg annyira őket, hogy hazahozzam az összeset. Környezetvédelem volt a másik sarkalatos pont az életedben. Mennyire óvod, hogyan óvod a környezetedet? Hát igazából én nagyon figyelek arra, hogy ugye amit vásárolok, tehát szerintem ott kezdődik az egész, hogyha, tehát nem az, hogy külön szelektálod a műanyagot és a többi szemetet, hanem hogyha már elmész a boltba, akkor próbáld meg úgy, hogy ugye műanyag, tehát kevés műanyagot vegyél. És én is ugye ezt próbálom, hogy vászontáskát hordok, ugye például a gyümölcsöknek is ilyen vászonszatyrot viszek, hogy minél kevesebb műanyagot. Nyilván vannak olyan dolgok, amik ugye elkerülhetetlenek, például egy-egy ilyen sonka, amit ugye műanyagban van csomagolva, azokat pedig ugye külön szelektálom. Milyen lehetőséget fog adni, vagy adott neked ez a verseny? Hát igazából, amit adott, az fantasztikus, ugyanis megismertem ugye a másik 9 lányt, és egyébként már beszéltük is, hogy elmegyünk majd vitorlázni, meg egy csomó ilyen program van ugye, hát ugye a vírus után nyilvánvalóan, és hát nagyon reménykedek benne, hogy a jótékonyság, a környezetvédelem, hogy ezekre azért fel tudom majd hívni a fiatalok figyelmét, ugyanis én tényleg azt veszem észre, hogy mostanában tehát nem ez van a középpontban, hanem inkább az, hogy tökéletesek legyenek, hogy Instagramon is minél jobb képeket tegyenek ki, és ilyen tartalom nélküli dolgokat látok. És én azt szeretném, hogy mindenki próbálja így önmagát adni, és próbálja meg a másiknak, vagy hát önmagából a legjobbat kihozni. Ugye nem olyan régen diplomáztál, pontosan hova jártál, és mi leszel? Én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jártam, és egyébként nemzetközi gazdálkodásztakon diplomáztam, úgyhogy hát közgazdászként diplomáztam, és hát most jelenleg a családi vállalkozásunkban dolgozom, apukáméban, és akkor ott segítek neki, és hát én ápolom a nemzetközi kapcsolatokat, a marketinggel segítek, és hát így ilyesmit. És tervezed, hogy ebbe a jövő képbe egyszer majd
jobban benne lesz a környezetvédelem meg az állatok szeretete? Hát igen, mindenképpen. Meg ugye tényleg reménykedek, hogy így a versennyel kapcsolatban azért több lehetőség lesz segíteni, jótékonykodni. De egyébként most is, amikor csak tudok, ugye segítek. Hát én ugye tényleg kiskoromtól kezdve erre is úgy lettem nevelve, hogy ugye voltak olyan játékaim, vagy olyan ruháim, amik azért tényleg tökéletes állapotban voltak, és mondjuk nekem éppen nem kellett, vagy már kinőttem, akkor azt ugye adjuk oda azoknak, akik rászorulnak. Tehát én erre is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy nem feltétlen kell pénzért vásárolni drága termékeket, vagy pénzt adományozni, hanem tényleg elég az, hogyha az ember otthon körülnéz, és megnézi azt, amire nincs szüksége, és nyilvánvalóan jó állapotban van, és akkor azt tovább tudja adni. Ha mondjuk 20 év múlva beszélgetnénk, akkor szerinted hol lennél és mit csinálnál? Egyébként annak nagyon örülnék, hogyha 20 év múlva beszélgetnénk. Ki tudja? Hát nem tudom, én most egyébként nagyon szeretek a családi vállalkozásunkban dolgozni. Ugye így apukámmal és ugye a feleségével is azért így közelebbi viszonyt tudunk most már magunkénak, mert ugye a szüleim elváltak. Ugye apukám összeházasodott az új párjával, és most így szorosabb lett egyébként a viszonyunk. Együtt kávézunk, meg úgy megvan már a kis rutinunk. És igazából én ott el tudnám magamat képzelni egy hosszú távra. Most már vannak közös céljaink, tehát olyanok, amikben már én is ugye bele lettem vonva. Úgyhogy ezt mindenképpen el tudnám képzelni, illetve én ugye mellette modellkedek is hobbi szinten, tehát azt viszont szeretném egy kicsit magasabb szintre emelni. Mennyire tudtad Siófokot, Somogy megyét, a Balatont népszerűsíteni ezzel a versennyel? Hát nagyon-nagyon remélem, hogy tudtam. Egyébként én mindig olyan voltam, hogy mindig mondtam a barátaimnak, hogy na, jöjjenek le Siófokra, és akkor itt bandázzunk, balatonozzunk. És hát ugye, mint említettem is, ugye az egyik videómban a Balatonparton csináltam a videót, a másikat pedig a főtéren, tehát nekem ez mindenképpen fontos volt, hogy kiemeljem, hogy siófoki vagyok. Mi az, amit szeretsz a lakóhelyedbe, miért jó Siófokinak, vagy Somogy megyeinek, vagy balatonparti lánynak lenni? Én őszinte leszek, ugye elköltöztem egyszer Pestre. Tehát van viszonyítási alapod? Igen, és ugye ott volt, hogy több hónapig ugye nem tudtam hazajönni az iskola meg a munka miatt, mert én ugye egyetem mellett dolgoztam is ilyen 12 órákat, és ugye nem tudtam hazajönni. És emlékszem, hogy akárhányszor hazajöttem, így előtte a Balaton persze értékeltem, hogy szép, ugye tudunk benne fürdeni, de nem az az érzés volt, amikor lementem a Balatonpartra, hogy csodás, tényleg, tehát, hogy ez az érzés, az teljesen átéltem ezt az egészet, és mindenképpen ez a Balaton, hogy tényleg az, hogy nekünk nem kell leutaznunk ahhoz, hogy itt legyünk, és sokaknak, mint ahogy nekem is, úgy teljesen be voltunk felsőve, hogy a Balatonpart ott van, és teljesen természetesnek vettük, amikor tényleg egy csodás dolog, és lehet vitorlázni, lehet benne fürdeni, ugye vannak ezek a szápok, ezeket is használni, és tényleg nagyon, tehát én nagyon-nagyon szeretem. Ez az egyik, a másik meg a kisvárosi hangulat. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy kevesen vagyunk itt Siófokon, de hogy tényleg nem a tömeg van, hogy el tudok menni egyet sétálni, ki tudok kapcsolódni a friss levegőre, és nekem ez nagyon fontos. Illetve az, hogyha tényleg szembe jön velem valaki, akkor mosolyogjunk egymásra, mert már láttuk egymást az utcán, attól függetlenül, hogy egy ismeretlen ember, nem úgy, mint ugye más városokban, és ez semmi kritikával nem mondom, pedig imádom Magyarországon belül minden város, de hogy egy csomószor az az unott tart az embereken, hogy már ugye be vannak fásulva, vagy mindig a tömegbe mennek, és én ezt szeretem Siófokon. Tervezed-e, hogy másik vagy további szépségversenyeken elindul? Hát jelenleg nem, semmiképp nem. Ugye hát most ez a második helyezés, ez azért elég jónak számít, így nekem legalábbis. És hát nagyon remélem, hogy ugye ezeket a céljaimat, amikről beszéltünk, meg tudom valósítani. És hogyha úgy érzem, hogy igen, akkor semmiképp nem tervezek. Egy utolsó kérdés, mi Milei Fanny arcpoétikája? Húha, hát ez egy nehéz kérdés egyébként, de hát hogy ki vagyok én? Azt tudnám mondani, hogy én is ugyanolyan ember vagyok, mint mindenki más, aki szeretne egy kicsit többet adni magából, azért, hogy megmutassa, hogy mi is van benne, és nem mások miatt, hanem magam miatt, és mert nem azért, mert annyira jó lennék, vagy annyira sokat adnék, csak mert egyszerűen szeretném, hogyha többen így példát vennének erről, hogy környezetvédelem, jótékonyság, és nekem csak így ez a célom. Hát akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy sok sikert. Köszönöm és szépen. Az álmaid meg a céljaid azok minél hamarabb is úgy valósuljanak meg, ahogy te szeretnéd. A nézőknek köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!